Szeretettel köszöntelek titeket. Most a pszichológusok tékozló fiúja fog következni, és annyit elárulhatok előjáróban, hogy ez egy családterápiás ülés lesz. És a családterápiában szoktak olyat csinálni, hogy egy detektív tükör mögött megfigyelők nézik a családterápiát. Most ezek a megfigyelők lesztek ti. Tehát itt van a detektív tükör, ők nem látnak titeket, ti viszont láthatjátok őket, illetve minket, ahogyan ez a terápia folyik. Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm! Jó napot, pszichológusné! Elhoztam a családomat. Jónás, az öcsém, egy kicsi hiperaktív és borderline szindrómás, én úgy vélem, és az apám pedig, hát róla ne is beszéljünk. Ez a probléma. És önmagáról tudna mondani nekünk valamit? Mit mondanám? Saját magáról. Egy olyan mondatot kérek szépen, ami úgy kezdődik, hogy én. Én nekem van egy testvérem és egy apukám. Valami olyasmi, ami önről szól, hogy ön számára mi a nehéz abban, ahogy a nők viselkednek? Na, ez úgy volt, akkor elmondom a sztorit, majd kiegészíthetitek a saját nézőpontotokból, de azt hiszem, hogy elég nyilvánvaló lesz, hogy miről van itt szó. Szóval, az öcsém kizsarolta az apámból az örökségét, és elherdelte, aztán visszajött, az apám pedig tárt karokkal visszafogadta, és még az én örökség részemből is rákölt. És milyen érzés volt ez vagyok. Önnek? Most baj, hogy mániás depressziós vagyok. De hát nem is vagy az. Dehogy nem. Megmondta az a másik pszichológus. Az is nem tud semmit. Teljesen rendben vagy. Komolyan. Te meg nem is értem, miért feketíted be az öcsédet. Hát elment egy évre kirándulni. Hát most... Van ilyen, a fiatalok ezt csinálják. Hát nem is értem, miért akartál idejönni, de most eljöttünk, hogy megnyugodjál, melletted vagyunk. Látod, önök nem szerettek volna idejönni ezek szerint? Szerintem semmi szükségünk erre. Hát olyan szép család vagyunk. Van két nagy fiam, életerősek, itt vannak velem, minden rendben. Hát pont, hogy nem. Hát nézze meg, ez egy diszfunkcionális szimbiózis. Úgy látom, hogy ön nagyon komolyan tanulmányozta a szakirodalmat. Ez nagyon dicséretes, de mit mondana arról, hogy mit érez ön azzal kapcsolatban, hogy az öccse hazajött? Hát én nagyon dühös vagyok rá. Ezt tudom mondani. Milyen mozdulatban jelenítené meg most szívesen ezt a dühöt ő felé? Kérem, hogy álljanak be egy szoborba, álljon be egy szoborba az öccse mellé, hogy mit csinálna vele legszívesebben. Próbálj ezt a dühöt megjeleníteni. Tudod, hogy szeretni kell, ő a kisebb. Ugye nem fog bántani. Hát nem fog, tudja ő, hogy vigyázni kell rád. Tudod. De még manipulálni is meg. Kérem, próbáljon most csak arra figyelni, hogy mit érez ön, amikor látja ezt a szobrot. Kérem, hogy adjon egy címet ennek a szobornak. Jó, köszönöm, foglaljanak helyet. Szeretném most kérni az apát, hogy ő próbáljon egy szobrot megjeleníteni a testvérek között, hogy mit látna szívesen, mi lenne a vágyott, az ideális állapot. Őket állítsam be? Igen. Jó, oké, ez a szobor lett. Jó. Most pedig
Arra szeretném kérni az idősebb testvért, hogy adjon egy címet. Ez testvérféltékenység, ennyit én is tudok. Egy címet, címet ennek a szobornak. A kínok kínja. A fiatalabb testvért is szeretném megkérdezni, ugyanerről egy címet kérek. Oá. Jó, most szeretnék kérni egy kis türelmet, kimegyek itt a detektív tükör mögé, és a megfigyelő reflektív tímet megkérdezem, hogy mi a véleményük, hogy milyen technikát alkalmazzak most. Oké, okay. Srácok, látjátok, hogy milyen ez a család, kérlek, hogy adjatok tanácsot, hogy mivel lehetne megoldani a helyzetet szerintetek. Imádkozni kell, értük? Ők az evangélium illusztrációja. Valami pszichológus technikát kérek. Álomfejtés. Nagyon jó. Köszönöm a tippet. Jó. Oké. Okay. Sikerült a reflektív tímmel konzultálnom, és azt szeretném megkérdezni, hogy melyikük álmodott mostanában esetleg valamit? Én álmodok. Na. A fiatalabb fiút szeretnénk meghallani. Milyen álmaid vannak? Pénz. Sok-sok pénz. De az már régen volt, nem? Azt már megkapta és elköltötte. Hát igen, de... Rémálmai nem szoktak lenni? A bátyámmal. Mindig megfolyt. De aztán én feltámadok. Aztán megint megfolyt, és megint feltámadok. Jó. És okay. Ez így megy reggelig. Akkor a következőt szeretném kérni, most egy másik technikát fogunk kipróbálni, ez pedig a szerep visszafordításnak a technikája. Ez úgy fog kinézni, hogy ön a bátyja szerepébe fog kerülni. Tegeződhetünk is. Ó, nagyon szépen köszönöm. Szóval kérem. Te a bátyád szerepébe fogsz kerülni, te pedig az öcséd szerepébe. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy... Tehát most te leszel Jónás, te pedig, hogy is hívnak? Zakariás, tehát névcsere, és kérlek, hogy cseréljetek is helyet annak szimbólumaképpen, hogy ez a szerep visszafordítás most megtörténik. Jó? És most azt szeretném kérni, hogy a lehető legteljesebben próbáltok beleélni magatokat a másik szerepébe, és szeretném azt kérdezni Jónástól, hogy milyen érzés az, hogy most Zakariás folytogat? Jó. Nem tudom. Jó. Zakariás? Nagyon jó. Látod, mert kivetíted rám a saját agressziódat. Igazából te akarsz engem megfojtani. Ez azért rájöttem. Köszönöm, köszönöm pszichológus nő nagyon a segítségét. Ez. Most azt hiszem, hogy én túl tudok lendülni ezen a problémán. Hát akkor esetleg 2 hét múlva a következő ülésre várom önöket, hogyha még mindig szeretnék folytatni ezt a terápiát. Köszönöm szépen! Most akkor a mérnök csapatot várjuk szeretettel a színpadon. Réges-régen volt egyszer egy nagyhatalmú számítástechnikai cégvezető, a
több ezer szabadalmi bejegyzése és publikációja volt, a Forbes az év emberének választotta. A profit rátája a következőképpen alakult. 2012-13,6 millió dollár. Amint látható, a függvény deriváltja erősen pozitív előjelű volt. És ennek az embernek volt két fia. Az egyik fiú végig az idősebb, akit itt láthatunk a jobb oldalán, büszkén programozott apja cégében, nagyon jó haverok voltak. Azonban a kisebb fiú lázadó jellemű volt. Egyszer csak a következőt határozta el. Apám, van egy remek ötletem, van okos kulacs, okos telefon, de nem találták még fel az okos WC ülőkét. Én feltaláltam, iPod-nak neveztem el, és most ezzel nyitok egy startupot, és dőlni fog a lé, hogyha ideadod a részvények rámeső részét. Hiába tiltakozott a nagyobbik fiú, az apja, mondom tiltakozott, az apja kiadta a részvények kisebb fiúra eső részét. Azonban a fiú nem igazán tudott úgy bánni a pénzzel, mint az apja, hát kicsit eltékozolta, és a startupnak a profit rátája a következő görbét írta le. Maradjunk annyiban, hogy hogy a függvény deriváltja negatív előjelű volt folyamatosan. És mindennek a tetejébe a startupban dolgozó mérnöknőknek nem a szakértelmét használta ki, hanem más adottságaikat, és hát igen. Szóval... Hát telt múlt az idő, és ez a fiú elkanászodott. De nem volt már pénzzel borotvára se. És a Penny Marketbe kellett árufeltöltőnek mennie, szégyen szemre, és vágyott a Penny Market romlott áruiból enni, de sajnos azt lefújták a nap végén fertőtlenítő sprével, úgyhogy ez ehetetlen volt. A fiú gondolt egyet, és azt mondta, hogy apám cégében még a kezdő programozóknak is jobb sora van, mint nekem. Vissza kell mennem. A fiú elhatározta, hogy visszamegy. Odaállt az apja elé, és könyörgött. Apám, vétkeztem a cég ellen, és te ellened. Nem vagyok méltó arra, hogy teljes munkaidőben ott dolgozzam. Hadd legyek inkább gyakornok. Az apja azonban megsajnálta, megbékélt vele, és egy 4K felbontású prémium Apple laptoppal ajándékozta meg. És vezetőfejlesztővé nevezte ki. A nagyobbik fiú, aki egész karrierjét egy Rozoga 386-os gépen tolta le, azt mondta, hogy hát apám, miért? Hát az apja felvilágosította a világról, hogy figyelj fiam, neki más cégekben is van tapasztalata, még az önéletrajza is jó, úgyhogy így kerek a világ. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, akkor a bölcsészeket várjuk szeretettel. Előzetesben annyit, hogy azt hiszem, a felét itt fogjuk improzni, mert nem nagyon tudtunk felkészülni rendesen, úgyhogy...
Vala egykoron egy tisztes szabad bölcsész. És ennek a szabad bölcsésznek vala két fia. Az egyik fiú filozófiát tanult, a másik fiú művészettörténetet. Egyszer a filozófiát tanuló kisebbik fiú odaáll a apja elé, és szól neki. Apám, add ki családi könyvtárunkból a harmadát az örökségemet. Szeretném végigolvasni A-tól Z-ig az egészet, hogy művelt emberré válhassak. Tessék, fiam, Heideggel békési mű. Platón nincsen? El is indult a fiú a családi könyvtár harmadával, azonban botormódon az antikváriumba ment, és eladta a könyveket, a családi örökséget, azért, hogy pénzhez jusson, és a romkocsmába menjen. Eladta Heideggert, eladta Kantot, és Montesquieu-t, köszönöm, és a romkocsmában iszogatott. És ivott vala, és ivott még egyet. Ám mikor elfogyott a pénze, rászpélt vala, hogy úgy nem tud sörhöz jutni, hogyha nincsen több pénze. Így hát elszegődött a McDonald's-ba. És állt a robot munkába, azonban filozófus lelke mindenton elkalandozott a filozófiák világába, és elálmélkodott a kisebb sült krumplin, a nagyobb sült krumplin, a kisebb sajtburgeren, a nagyobb sajtburgeren. Vajon miért történik mindez körülötte? Figyelj, menjél már! Vajon a McDonald's vagy a Burger King? Lehet, hogy oda kell. Végül ráeszmélt, hogy apja házában a hatalmas könyves polcok mellett, amik tele voltak könyvekkel, milyen jó dolga is volt, és hogy szívhatta magába a sok filozófiai tudást. Elhatározta hát, hogy szégyen szemre hazaindul, hogy bevallja apjának, eladta a családi könyvtár harmadát. Ballagott hazafelé, bűnbánóan, és amikor odaért az atyai házhoz, odaállt újra apja elé. Apám, a McDonald's-nál még Héraklétosz is jobb. Úgy döntöttem, hogy hazatérek, és esetleg egy kis olvasnivalót, vagy valamit, hogy legalább valami kis szellemi táplálékhoz jussak, mert a fizikai hol már elegem van. Károli! Ja. Hát én köszönöm. Belőle még teológia doktor is lesz.
köszönjük szépen. Köszönjük szépen, várjuk a jogászokat. Szia, apu! Azt szeretném neked mondani, hogy tudod, van ez a, az egyetemen ez az Erasmus cuccos-muccos. És igen, és... Gyermek, menjen csak Erasmusszal, mindig is így gondoltam. Hát igen, örülök neki, hogy egy húron pendülünk. Ugye a Sorbonne? Rá, egyértelműen, az angol... Ja, nem, a francia jogrendszer, igen. Szóval oda szeretnék elmenni, és tudod, hogy hát ahhoz kell egy kis gázsi. És hát tudod, megvan a polgári jogvizsgám, most lett ötös, meg a pénzügyi jogszigorlat, meg minden ilyesmi, és tök jól tudom ezeket a dolgokat kezelni, a hitel és számlaszerződéseket, mert annyira jól a fejembe verték, és nyilván Franciaországban is tök hasznos lesz az egész, úgyhogy szeretnék veled egy úgynevezett ajándékozási szerződést kötni. Ami azt... Pontosan mekkora összegről? Hát tudod, ugye az örökségem. Tehát, hogy a, mondjuk ugye annak a háromnegyed része. Hm? De én még nem haltam meg, édes. Hát jó, de hát ez egy ingyenes tulajdonátruházási szerződés. A vagyonodnak a háromnegyed részét rám ruházhatod. De tudod, mekkora illetéket fognak arra kiróni? Hát ez elég gáz, de az illetékeknek nem néztem utána, de azt úgyis te fizeted. Szóval, na figyelj, mi lenne, ha megkötnénk ezt a szóbeli szerződést? Kezet rá. Kezet rá, de közjegyző előtt. Közjegyző által hitelesítve vagyunk. Akkor a felét, ugye? A háromnegyedét mondtam. Háromnegyedét? Nem tudom, te hogy emlékszel rá, de én a háromnegyedét mondtam. Te tudsz számolni, ugye, apa? Hát tudod, édes gyermekem, ezt úgy tanították, hogy a jogász az a pénzhez még bottal se. De ennek ellenére itt a háromnegyede. Köszi, apu, nagyon rendes vagy, nagyon gál. Köszönöm szépen. Hát én egyáltalán nem értelek, apám. Így aztán, hogy ajándékozási szerződést kötöttetek a húgomra, a jövőben semmiféle kötelezettség nem hárul, és még szankciótól sem kell tartania. Én a helyedben a PTK 7. könyv 48. szakasz első bekezdése alapján öröklési szerződést kötöttem volna, és akkor a halálod után megkapta volna a ráeső részt, ami nem a háromnegyede, és csak akkor, hogyha teljesítette a kötelezettségeit. Hát ez teljesen igaz, édes gyermekem. És még egy feltételt sem foglaltam abba a szerződésbe. Most hogyan pereljük tőle vissza, ha valami baj lesz? Nem baj, kitálunk majd valamit. Remélem jól kamatozik ott a pénz külföldön. Megértem, erősen kétlem, hogy valóban Erasmust kapott a tanulmányi eredményei és az eddigi hozzáállása és szorgalma alapján. Hány tárgyból is bukott meg múlt évben? Én már nem tudom számon tartani. De majd biztosan elmondja, hiszen úgy látom, éppen jön haza. Szervusz, gyermekem! Mesélj, hogy telt a fél év? Hány tárgyból abszolváltál sikeres vizsgát? Szia, apu! Hát az a helyzet, hogy az a polgári jogvizsga valójában nem volt meg. És hogy ezért egy évet csúsztam az egyetemen, csak hát, és hát átadtak fizetősre. És hát ideadtad nekem azt a kis vagyont, és hát igazán kifizethettem volna belőle a saját képzésemet, amiben tökre igazad van, de így se pénz, se támogatás, se polgári jogvizsga, se Erasmus. Úgyhogy azt terveztem, hogy figyelj, van egy tök menő ügyvédiroda, egy nemzetközi ügyvédiroda, vagy valami multi, vagy a közig, vagy a nem tudom, vagy mondjuk a bíróságok, vagy az ügyészség.
Na hát, az kizárt. Oda ugyanis summa cum laude kellene, és előkelő helyezés a perbeszéd versenyen. Ha jól emlékszem, még a kari fordulón sem indultál. Ráadásul mindig is utáltad a büntető eljárás jogot és a büntető anyagi jogot is. És én korrepetáltalak belőle, de még úgy sem tanultál rá. Apropó, kis húgom, hanyas is lett a 8 kredites szigorlatod a büntető eljárás jogból? Na jó, nővérkém, azért nem kell ennyire nagy nyelvvel itt nyelvelgetni. Szóval, hogy az volt, hogy az erdei jött be, és ő a tanszékvezető, azaz, hogy... Tudom ki. És szóval, hogy nála... Oké, de tudod, akkor te is tudod, hogy nála a legnehezebb abszolválni a vizsgát, mert még meg is aláz. Na hát ez egyáltalán nem igaz. Ő a legjó fejedben, mert csak egy dolgot kell hozzá tudni. A tananyagot. Szóval, megbuktál? Polgári jogból igen, büntető eljárásból nem, mert én nem Erdeinél vizsgáztam, hanem a Macánál, és a Maca 5-öst adott. És akkor a pénzből, hogy a lényegre térjünk, pontosan mennyi maradt? Egészen pontosan. Hát igazából zálogba adtam egy pár dolgot, és az azt jelenti, hogy meg hát egy pár hitelt is felvettem, amit nyilván vissza kell fizetni. És mivel hogy a hitel és számla szerződésekig egyébként sem jutottam el a tananyagban, ezért hát most elég nagy slamasztikában vagyok. Apa tud segíteni? Tehát magyarul mínuszba vagy, és még egy kezességi szerződést is kötöttél az én nevembe, az én aláírásommal. Hát tudod, azért elmentem az ügyvédi irodába, és ott megtanítottak egy pár dolgot, és hát az első az volt, hogy kell aláírást hamisítani, és hát... A tied az elég kézenfekvő volt. Hát ez remek, édesanyám. Tehát nem elég, hogy az örökségemet vitted el, de még további adósságba is taszítottál. Ezt helyre kell hoznunk. Édesapám, komoly döntés és szankció szükségeltetik. Hát ez pedig így van. De vajon mi legyen az? Vállalnád-e, édesanyám, hogy ha találunk neked egy munkát, megírjuk helyetted neked a munkaszerződést, akkor egy megfelelően kidolgozott hitelkonstrukcióban, mondjuk 40%-os THM-mel visszatörlesztenéd nekünk a pénzt záros határidőn belül. Nagyon-nagyon örvendek az ötletnek, de mi lenne, hogyha mondjuk inkább a diplomámat szereznétek meg helyettem? Vagy a polgári jogvizsgámra mennétek be helyettem, mert hát ti is jogászok vagytok. Nem, természetesen nagyon örülök ennek az ötletnek, de akkor további korrepetációt szeretnék kérni a nővérkémtől. Ez esetben beszéljen az ügyvédemmel. Az is én vagyok. Most a nővér vagyok. Édesapám, én veszek mindig szorgalmasan tanultam, és szófogadó gyermeked voltam, még az OTD-kát is megnyertem, és soha nem részesítettél ilyen kedvező feltételekkel vagyoni juttatásban. Beperelheted húgodat. Elgondolkodom, hogy egy komoly kártérítésért fogok perelni. Kérdés, hogy visszatörleszti-e? Hát a mínuszból nem kétlem. És igazából, amíg Franciaországban voltam, elég jó kapcsolatokat építettem ki, ami ebben a szakmában nagyon fontos. Remélem, nővérkém, ezt te is tudod. Mondjuk igaza van, azért egy adósságrendezési eljárással nem biztos, hogy jól járnánk. Kösz, apa. Nagyon szeretlek. Én is titeket, édes lányai. A sírba visztek. Sziasztok, ha csak nem akar valaki más is hirtelen előadni, akkor végeztünk, és nagyon szépen köszönöm minden szakmának. Hát, ha valaki kedvet kapott egy másoddiplomához az előadások alapján, köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Mindenki nagyon jó volt.